Lakos, aki 6 hete nem kapott pénzt, így néhány nap is sokat számíthat, a posta szerdától kézbesít. Hiába törölte el a kormány az illetéket, a 20 000 forint alatti utalásoknál nem minden bank szüntette meg a költséget. 200 éves freskókat festettek le fehérre, hogy puritán legyen a miniszterelnökség, nemzetközi szabályt szeghettek. És Theresa May szerint az sem kizárt, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió tagja marad, a képviselők holnap szavaznak. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Még mindig sokan, több mint 1,5 millióan várnak a januári nyugdíjukra. A posta ugyanis csak szerdán kezdi meg a kézbesítést. A Magyar Államkincstár pénteken késve indította el a nyugdíjak utalását. A postai kézbesítést azonban ez nem befolyásolja. Ezt eredetileg is a jogszabálynak megfelelően csak szerdán kezdték volna el, közölte a Magyar Államkincstár. Az általunk megkérdezett nyugdíjszakértő szerint valóban nem törvénysértő, ami történt, bár hozzátette, mivel decemberben korábban kapták meg a nyugdíjat az érintettek, ezért most már van, aki 6 hete nem kapott pénzt, ami nagyon nem szerencsés. Korózs Lajos szerint nem kellene szórakozni a nyugdíjasok pénzével, a szocialista politikus szerint magyarázkodni lehet, de elfogadhatóvá nem lehet azt tenni, hogy péntek reggel nem volt ott a számlákon a nyugdíj. Korózs szerint még ma is 10 000-rével vannak, akik nem kapták meg az ellátásukat, sőt, szerinte akkora a roham a bankautomatáknál most, hogy ez is problémát okoz. Barátaimmal körülbelül fél órával ezelőtt készítettünk olyan felvételt, ahol egy OTP fiók bankautomatája előtt állnak emberek tucatjával, tízesével, és azon túlmenően, hogy a számlájukon nincs pénz, a bankautomatákban sincs pénz. Ez általános tapasztalat az országban. Hiába csökkent a tranzakciós illeték, nem minden bank csökkentette a díjakat, számolt be róla a Portfolio.hu. A portál szerint noha a bankoknak nem kötelező a mérséklés, ennek ellenére a Budapest, a Raiffeisen, az MKB és a KNH bank elengedi az illetéket a 20 000 forint alatti utalásoknál. Az Erste, a Granit, a Sperbank, valamint az Unicredit továbbra is felszámítja a díjat. A cikk szerint az OTP-nél és a CIB-nél nem egyértelmű a helyzet. A bankok egyébként jelentős bevételre tesznek szert az elektronikus pénzforgalomból. A szeptemberig tartó egy éves időszakban nagyjából 300 milliárd forint bevétele volt ebből a pénzintézeteknek. Megvonták az összes hatáskörét Szombathely alpolgármesterének, miután segített napirendre venni a rabszolgatörvényként ismert jogszabályt. A törvény elutasításáról már nem szavazott, de azt így is el tudták fogadni, mert a Fideszből egyedül a polgármester vett részt az ülésen, a többiek távol maradtak. A Vaol.hu szerint ennek lehet a következménye a mostani döntés. A polgármester már másnap azt mondta, hogy árulásnak tartja az egyébként független alpolgármester közreműködését. Már a pedagógusok is sztrájkra készülnek, a PDS már meg is alakította a sztrájkbizottságot. A szakszervezet elnöke elmondta, eltökéltek abban, hogy a sztrájk alatt álljon le az ország. Földiák András pedig arra számít, hogy akár 8-900 000-en is sztrájkolhatnak, ha úgy alakul. A szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke szerint ugyanakkor minimum egy hónap, mire megszervezik a munkabeszüntetést. A kormány nem hoz létre tárgyaló delegációt, amely a szakszervezetekkel egyeztetne a követelésekről. Egyelőre nem dőlt el, hogy január 19-én lesz-e a fővárosban komolyabb megmozdulás. A szakszervezetek ugyanakkor már javában szervezik a demonstrációkat. Azzal számolnak, hogy országszerte 150-200 helyszínen lesz valamilyen formában tiltakozás a rabszolgatörvényként ismerté vált jogszabály miatt. Európa több városában és várhatóan még Ausztráliában is szerveznek demonstrációkat. Én bízom benne, hogy nem egy-két órás sztrájk. Közben a szakszervezetek sztrájkészültségben vannak, mivel a kormány nem jelölt ki senkit a tárgyalásokra, amelyet néhány napja kezdeményeztek. Hivatalosan azonban kedden arról, hogy szervezzék-e a munkabeszüntetést. Földiek András szerint minimum egy hónap kell, mire mindenhol megszervezik a sztrájkot, ugyanis ágazatonként kell megállapodni a még elégséges szolgáltatásokról. Nagyon sok olyan intézmény van, ahol inkább visszahúzódnak, tartózkodnak, féltik az állásukat, ahol nem szabad, ahol törvény tiltja a sztrájkot, tehát nagyon sok intézmény van, talán esetleg a dolgozók negyed része. Ha nagyon jól megszervezzük, és
mindent jól csinálunk az elkövetkező időszakban, akkor talán ennyien fognak sztrájkolni. Földiek András abban bízik, hogy 8-900 ezeren is sztrájkolhatnak, ha úgy alakul. Közben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete már megalakította a saját sztrájkbizottságát. Egyebek közt a túlóratörvény visszavonását és a béren kívüli juttatások járulékmentességét követelik, valamint azt, hogy a pedagógus béreket ismét a minimálbérhez kössék. Szűcs Tamás azt mondta, így már a kormány is kénytelen lesz leülni tárgyalni. A PDS vezetősége elég elszánt, ha nem is hozott még teljesen ilyen konkrét döntést, meglehetősen elszánt ebben a kérdésben. A PDS mindenféleképpen komolyan gondolja azt, hogy álljon meg az ország, ezt a jelszót, amelyet mi kezdtünk el használni, azt be kell teljesíteni. A DK szerint rendkívül fontos, hogy a szakszervezetek ebben a helyzetben erőt mutassanak. Ha most végig lehet csinálni velük azt, hogy a 400 órás túlmunkát bevezetik, és ennek ellenére nem tudnak elég hatásosan fellépni, és elég hatékonyan fellépni a saját tagságuk érdekében, akkor előbb-utóbb a szakszervezetek vezetői számára is meleg pillanatokat okozhat ez a politikai helyzet. Nagyon bízunk abban, hogy a szakszervezetek kellően erősek lesznek. Gréci Zsolt azt mondta, ha a szakszervezetek kérik, akkor a DK szívesen segít a tiltakozások szervezésében, de azt is tiszteletben tartják, ha esetleg a pártok távolmaradását szeretnék. Törvényt sérthettek az ellenzéki képviselők, amikor az MTV a székházából élőben közvetítették az eseményeket. Ezt Péterfalvi Attila mondta az állami tévében. A Nemzeti Adatvédelmi és Információhatóság elnöke szerint az adatvédelmi szabályokat sérthették meg, ami a jogellenes adatkezelés egy formája. Péterfalvi Attila szerint azt is vizsgálni kell, hogy a képviselők milyen célból kezelhetnek személyes adatokat. Az ellenzéki politikusok december közepén mentek be az MTV a székházába, ahol megpróbálták beolvasni követeléseiket. A biztonsági őrök végül gyakorlatilag kidobták a képviselőket. Mégis bezárják a Merényi Kórház pszichiátriai osztályát, tudta meg a Népszava. A lap szerint bár egy hónapja még azt mondta az államtitkár, hogy fenntartják a részleget, azóta elkezdték a mentális betegeket kezelő osztály felszámolását. A Népszava információi szerint a január 1-e óta érkezett betegeket már nem veszik fel az osztályra, hanem átszállítják őket 4-5 másik intézménybe. A tervek szerint februárig mindenkit hazaküldenek, akinek pedig az állapota ezt nem engedi meg, azt az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetbe szállítják át. A részleget a szakemberhiány miatt számolják fel. Hosszú várólisták, kilátástalan helyzetben lévő rászorulók, 25 ezer idős ember vár arra itthon, hogy állami idős otthonba kerülhessen. Gond van a pszichiátriai beteg otthonoknál is, ott több mint 2200-an várnak intézményi elhelyezésre. A Demokratikus Koalíció szerint a kormánynak gondoskodnia kellene a férőhelyek számának bővítéséről. Az ágyak bevetve, üres a szoba, éppen ebédidő van ebben a pécsi szeretet otthonban, most 334 ember vár arra, hogy bekerüljön a baptista szeretet szolgálat által fenntartott intézménybe, de akár több hónapot is lehetnek várólistán. A várakozási lista, hát az egy kicsit nagyon hosszú, mert hogy az intézményünk folyamatosan teljes létszámmal működik, így a 8 hónap, 9 hónap jelen pillanatban a várólista. De minden intézményben ilyen hosszú várólista van, ugyanez jellemző az ápolási osztályokra, a krónikus belgyógyászati osztályokra sajnos. Az egyházi fenntartású intézmények várólistáiról nincs hivatalos adat. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adatai szerint azonban az állami intézményekben az utóbbi években folyamatosan nő a várakozók száma. 2016 végén majdnem 28 ezeren voltak várólistán, 2017 decemberében pedig már valamivel több mint 30 ezeren. Az azóta tehát egy év alatt nagyjából 4000-rel nőtt a várakozók száma, a tavaly decemberi adatok szerint már több mint 34 ezeren várnak a szociális ellátás valamilyen formájára. Gréci Zsolt, a Demokratikus Koalíció képviselője az ATV híradónak azt mondta, nem csak a szociális férőhelyek számával van a baj, hanem az egészségügy egyre romló helyzetével. A kormánynak át kellene tekintenie az egészségügy teljes helyzetét, és bővíteni kellene a szociális férőhelyek számát, ahol a megfelelő ellátást biztosítani lehet. De a legfontosabb probléma az, hogy az elmúlt 9 évben lerohadt a magyar egészségügy az Orbán kormánynak köszönhetően.
A hivatalos adatok alapján az látszik, hogy az idősek ellátása van a legrosszabb helyzetben. Majdnem 25 ezren várnak arra, hogy bekerüljenek egy otthonba, és nagyjából 2,5 ezren várakoznak gondozóházra, vagyis átmeneti ellátást biztosító intézményi férőhelyre. Hosszú a várólista a pszichiátriai betegotthonoknál is. 2200-an vannak várólistán. A fogyatékos emberek számára fenntartott otthonoknál 1400-an. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra pedig 668 ember vár. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, de adásunkig nem válaszoltak. 200 éves késő barokk klasszicista korabeli freskókat tüntettek el a Karmelita kolostor felújításakor, adta hírül az Index két művészettörténész jelzése alapján. Egy korábbi fotón látható, hogy teli volt freskókkal a fal. Egyes hírek szerint a miniszterelnökség azért festetett mindent fehérre Orbán Viktor rezidenciáján, hogy a puritánságot jelképezzék. Sajtóhírek szerint a díszek lefestését az örökségvédelmi hatóság ellenezte, ezért festették végül úgy le a freskókat, hogy az egyszer még helyreállítható legyen. A miniszterelnökség is azt közölte, a freskók restaurálhatóak. Elképzelhető, hogy a lépés nemzetközi örökségvédelmi szerződésbe is ütközik. Sokkolta a Gundel vezetőjét a miniszterelnöki menza fogadtatása. Peter Noll a 24.hu-nak azt mondta, azért tudja lényegesen olcsóbban adni a Gundel az ételt a miniszterelnökségi menzen, mert más alapanyagokból, más körülmények között készülnek. Ráadásul a vendégek kiszolgálása is eltér a Városligeti étteremtől. Ezt a Gundel ügyvezetője nyilatkozta a 24.hu-nak. Peter Noll szerint a menzát ezekkel az árakkal is lehet jövedelmezően üzemeltetni, igaz, nem lenne jelentős profit. Az ügyvezető hozzátette, azért pályáztak a konyha üzemeltetésére, mert az egy csomag része, mellette catering szolgáltatásokat is végeznek majd. Ha csak a menzára kerestek volna üzemeltetőt, akkor nem pályáztak volna. Valószínűbb, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió része marad, mint hogy egy esetleges megállapodás nélkül lép ki. Ezt Theresa May közölte. A brit miniszterelnök szerint jelenleg annak van a legnagyobb veszélye, hogy politikai erők állják útját a Brexitnek, számolt be róla az Index. A brit parlament alsóháza várhatóan holnap szavaz arról a megállapodásról, amelyet Nagy-Britannia és az Európai Unió kötött. Decemberben azért nem szavaztak a paktumról, mert a kormányfő úgy ítélte meg, hogy nem lenne meg az elegendő támogatás. Elemzők azzal számolnak, hogy holnap elutasítják a megállapodást, ami azt jelenti, hogy úgynevezett hard Brexit lesz március végén. Megkéselték Gdańsk polgármesterét tegnap este egy jótékonysági rendezvényen. Beszámolók szerint Pavel Adamovicsot még a helyszínen újra kellett éleszteni, csak azután tudták kórházba szállítani. A gyanúsítottat elfogták. Azt egyelőre nem tudni, hogy a 27 éves férfi miért támadta meg a polgármestert. Adamovics az ellenzéki polgári platform alapítója, tavaly függetlenként választották meg a város élére. A támadást az államfő, a miniszterelnök és a belügyminiszter is elítélte. A francia mintát követve már Londonban is sárga mellényben tüntettek a Brexit ellenzői és pártolói is. Közben Párizsban vízágyúval, könnygázzal oszlatták a tüntetők tömegét. Jóval többen mentek ki szombaton demonstrálni, mint egy hete. Macron elnök közben nemzeti konzultációt hirdetett. A diadalév környékén összpontosultak az események a kormányellenes tüntetések 9. hétvégéjén Párizsban. A sárga mellényes demonstrálók többsége békés volt, de egy csoport kivált és molotov koktéllal, festékkel dobálta meg a rendőröket. Az egyenruhások könnygázzal és vízágyúval válaszoltak, többen megsérültek. A vízágyúval a rohamrendőrök valósággal kiütöttek több embert. Volt, aki nem is tudott egy ideig felkelni a földről. A hatóságok több mint 50 embert vettek őrizetbe. Állítólag többeknél fegyverként használható tárgyakat találtak. Zavargásokba torkolottak a tüntetések Nantban is. A sárga mellényesek kukákat borítottak fel, illetve gyújtottak meg. Macron azt mondta, hogy mi nem teszünk semmit, pedig minden szombaton tüntetünk azért, mert nem figyelnek ránk. Utalt egy demonstráló a francia államfő nagy felháborodást kiváltó kijelentésére, mely szerint sok francia úgy akar elérni valamit, hogy nem tesz érte semmit. London központjában is csetepaté alakult ki, amikor a Brexitet pártoló és ellenző tüntetők is sárga mellényben vonultak utcára.
Nagy-Britannia EU-ból történő kilépésének hívei még a kormányfő rezidenciájához is elmentek, ahol uniós zászlót égettek. Unió ellenes szlogeneket skandáltak, egy EU-párti brit képviselőt pedig lenáciztak. Már készülnek a 3-as metró Káposztás-Megyerig való meghosszabbításának a tervei, írja a Magyar Idők. Orbán Viktor a múlt heti kormányinfón jelentette be, hogy hamarosan dönt majd a kormánya jelenleg Kispest és Újpest között járó metró északi meghosszabbításáról. A tervezet szerint az új szakasz 4,9 km hosszú lenne 4 új állomással. A végállomása Megyeri út és a külső Szilágyi út találkozásánál lenne a Jégpalota szomszédságában, ahol összekapcsolnák a 14-es villamossal, a Váci vasúttal és a helyi buszok állomásaival. A fővárosban dolgozó buszsofőrök és a távolsági buszvezetők is túlterheltek a létszámhiány miatt. A túlterheltség pedig növelheti a balesetveszélyt is, azonban a sofőröket ellenőrző üzemorvosok sokszor nem tudnak mindenre kiterjedő vizsgálatokat végezni a pácienseken. Kitört ablaküveggel szállította az utasokat a 133E jelzésű busz. Az üveget nem vandálok törték be. Az utasok elmondása szerint a sofőr egy sószóróval koccant, ekkor történt a baj. Abszolút jellemző a járművezetők túlterheltsége. A konkrét esetet még vizsgálják, de az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke azt mondja, a fővárosban dolgozó buszvezetők nagyon túlterheltek. Naszai Gábor szerint nagy a létszámhiány, ezért is keresnek folyamatosan buszvezetőket a BKV-nál, de sokszor az újonnan érkező dolgozók szinte azzal a lendülettel fel is mondanak, miután szembesülnek a munkavégzés körülményeivel. Az ember, hogyha bemegy a garázsba, például munkakezdéskor, végzéskor, látja, hogy milyen kimerültek, ilyen élő halottak jönnek sok esetben dolgozni, holott a munkatörvénykönyve vagy a vállalatnál hatályos kollektív szerződés is megköveteli azt, hogy kipihenten érkezzen a járművezető. Na most ez képtelenség. Kettő nem egyeztethető össze. A távolsági buszoknál is több éve folyamatos a létszámhiány. Baranyai Zoltán szerint ezen tovább ronthat a túlóra törvény megváltoztatása. Pedig már így is vannak olyanok, akik nem bírják a terhelést. Szakszerűségviselő azért hagyta el a szakmát, mert már annyi volt a túlórája, illetve annyira bizonytalan volt a havi foglalkoztatása, hogy azt mondta, hogy neki fontosabb az, hogy a gyerekével éljen, a gyerekét lássa, nevelhesse, mint hogy hétről hétre, napról napra beleavatkoztak az előre megkapott szolgálati beosztásába, mert a létszámhiány megkövetelte. A nagyobb társaságok külön szakembert alkalmaznak a dolgozók egészségügyi szűrésére, de sok kisebb cég ezt nem engedheti meg magának. Ilyenkor pedig a sofőrök a saját házi orvosukkal végeztetik el a vizsgálatot. A gépjárművezetőt nyilatkoztatjuk arról, hogy neki milyen betegségei vannak. Komáromi Zoltán azt mondja, ő az ilyen esetekre külön készített egy kérdőívet, amelyet aláírat a sofőrökkel, mert egy 10 perces vizsgálat során nem derül ki, hogy vannak-e a páciensnek eltitkolt betegségei. Engem nagyon könnyű átverni, mert gondolatolvasásban nagyon gyönge vagyok. Viszont, hogyha aláíratom az illetővel, hogy eltitkolt betegsége nincs, hogy az adott kérdésekről nemmel válaszol, akkor ha később, 5 év múlva megkeres egy hatóság engem az ügyben, hogy miért adtam ki én ezt az igazolást, akkor én az archívumból előveszem ezt a papírt, leteszem a hatóság asztalára, és azt mondom, hogy kérem, engem becsaptak. Komáromi Zoltán szerint lassan hungarikumnak számít, hogy házi orvosok végeznek üzemorvosi munkát. Évente 300-al nő a cukorbeteg gyerekek száma Magyarországon. Az egyes típusú diabétesz leggyakrabban kisgyerekkorban és serdülőkorban jelentkezik. A betegségről még mindig keveset tudnak az emberek. A diabétesz ez nem egy halálos betegség, együtt lehet vele élni. Azért, hogy nézzük, hogy mennyi a cukor, mondjuk 40, akkor pedig már hazonál be a kórházba. Nagyon most már jó lesz, és diabetesnek lenni.
Gyerekek, akiknek a cukorbetegség a mindennapjaik része. Az elmúlt években találkoztunk velük különböző diabétesz rendezvényeken. Magyarországon körülbelül 4000 hasonló kisgyerek él, számuk évente átlagosan 300-zal nő. Az egyes korinál teljesen mindegy, hogy mit evett ez a gyermek, hogy élt ez a gyermek. Az egyes számú gyermekklinika igazgatóhelyettese arról beszél, hogy a gyerekeknél kialakuló cukorbetegség teljesen más, mint a felnőttkori. Ennek ugyanis semmi köze az életmódhoz, ez egy autoimmun betegség. Nagyon fontos a szülőknek hangsúlyozni, hogy senki nem tehet róla, és nem találjuk meg az okokat. Se egyéni szinten, se populációs szinten. Hajlamosító tényezőkről tudunk, de a direkt okot, ami kiváltja azt az immunreakciót, ami elpusztítja az inzulin termelő sejteket, azt nem ismerjük. Az orvosok szerint különösen nyugtalanító jelenség, hogy a betegség előfordulása a 6 év alatti korosztályban aránytalan mértékben nő. Tóthány Péter maga is kezelt már 1 éves diabéteses kisgyereket. Az egyes típusú cukorbetegség 4 tünetet nagyon gyorsan jelentkezik. Azonnal orvoshoz kell vinni a gyereket, ha sokat iszik, sokat pisil, ha szobatiszta, de újra bepisil, eszik, de mégis fogy, és fáradékony. Szakemberek szerint nagy probléma, hogy a köztudatban a 2-es típusú felnőtt cukorbetegség van benne, a gyerekeket érintőt viszont alig ismerik. Mivel az a tapasztalatuk, hogy a felnőttkori diabétesben van idő, akár a 10 20-30 év is eltelhet, úgyhogy nem diagnosztizálják a betegséget. A gyerekkori diabétesznél viszont nincs időnk. Egy kicsi óvodás 1-2 hét alatt súlyos állapotba kerülhet, és egy iskolás gyereknél sincs heteknél több időnk. Magyarországon 2006 óta január 11-e a gyermekdiabétesz napja. Ez alkalomból a hétvégén több száz érintett családot láttak vendégül a Semmelweis Egyetemen. A híradónak lassan vége, de előtte még időjárás. Szervusz Eszter, milyen időre számíthatunk? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, és a nap további részében is marad az erősen szeles idő, a késő délutáni órákra fog csak mérséklődni a szél, amikor a hőmérséklet is jelentősen csökkenni fog. Most még a több-kevesebb napsütés mellett kialakuló felhőkből elszórtan lehet csapadékra számítani, eső, havas eső, akár havazás formájában is. A csúcsértékek plusz 4 és plusz 6 fok között alakul. A következő napok időjárását és a változékonyság jellemzi, majd holnap lesz még hűvös téli időben rész, majd a hét közepére kicsit megemelkednek a maximumok, és több napsütésre van kilátás, azonban a hétvégére ismét lehűlés és havazás várható. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra! És én is köszönöm a figyelmet, legközelebb friss hírekkel 17:30-kor jelentkezünk, de most mindjárt kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel, tartsanak vele, viszontlátásra, szép napot!